Új, modern üzletközponttal bővülhet a bulgárföldi városrész, amivel a környéken élők régi vágya teljesülhet. A terület tulajdonosa tavaly tavasszal kereste meg Varga László országgyűlési képviselőt, akinek a közbenjárásával tárgyalássorozat indult az önkormányzattal. Az 5 hektáros területen most olyan fejlesztéseket terveznek, amelyek a lakosság és a kereskedelem igényeit egyaránt szolgálják. Átlagos hétköznapi forgalom a bulgárföldön. Itt mindig nagy a pezsgés, a városrész ugyanis több ezer embernek az otthona. Fontos közlekedési csomópont, busz és villamos megállóval, postával, kisebb üzletekkel és egy-két nagyobb élelmiszerbolttal. A szolgáltatásokat tekintve azonban vannak hiányosságok. Erre a problémára jelenthet megoldást ez az üres terület, ami hosszú évek óta áll kihasználatlanul. Az 5 hektáros telek volt már foci és szánkópálya, egykor pedig majdnem bevásárlóközpont épült ide, amit a 2015-ös Pláza Stop törvény akadályozott meg. A városvezetés 2019 óta tervezte, hogy hasznosítja a területet azért, hogy Diósgyőrnek is legyen végre egy saját üzletközpontja. Ez a fejlesztés Miskolc főépítésze szerint is indokolt lenne. A természetes módon alakult folyamatot egy olyan mederbe kellene rakni, hogy egy méltó üzleti központ vagy gazdasági központ jöjjön létre. De ez persze magában ez elbír egy sportszállót is, ez terület ráadásul jó nagy, tehát sok beruházást elbír. Úgyhogy mi ebben vagyunk partnerek, bármelyik résztvevőt ebben a dologban támogatjuk. A telek jelenleg magánkézben van. A tulajdonos még tavaly tavasszal vette fel a kapcsolatot Varga László országgyűlési képviselővel, így indulhattak meg a tárgyalások az üzletközpont megépítéséről a tulajdonos és a városvezetés között. Én nagyon örülök, hogy ezt a munkát segíthettem. Most eljutottunk már oda, hogy konkrétumokról is szó eshessen, és nyilván remélem, hogy a következő hetekben, hónapokban már akár látványtervekről és egyéb konkrétumokról is beszámolhatunk majd a tisztelt lakosságnak. Nagyon örülök, hogy a városvezetés először itt az elmúlt 10 évben ilyen gyorsan és hatékonyan reagált egy befektető igényre. Közösen szeretnénk egy komoly alközpontot fejleszteni ott a befektetővel. Az egykori salakos pálya területének hasznosítására már több beépítési vázlat készült. A konkrétumokról viszont még tárgyalnak a felek. Annyi viszont már biztos, hogy az új városközpont a tervek szerint a lakosság igényeinek megfelelően éttermmel és sportcélú létesítményekkel is kiegészülne.